Neked nincs erőm, s mind értéktelen. Filléres emlékeim, oly drágák nekem. Bészékely Sára 2010 óta fest, a baráti körében több szintén alkotó van, akitől számos stílust, technikát elsajátított az évek alatt. Azt mondja, annak idején azért ragadott ecsetet, mert megirigyelte a Tolna megyei festőket. 15-20 évvel ezelőtt nagyon sok festő, ma is sok festő van, de nagyon sok festő élt és állított ki különböző helyeken, nem csak művelődési házban, hanem iskoláknak a galériáiba, és megtetszettek. Szerettem volna népszerűsíteni is a művészeket, ezért én magamnak is csináltam egy galériát, és igyekeztem ezektől a festőktől tanulni is. Hát igazából úgy jött ez a dolog, mint legtöbbünknél, hogy szerettük volna díszíteni a lakásunkat, vagy csinosítani, és akkor nekem is volt egy ilyen időszakom, és akkor elkezdtem festeni, képeket készíteni a lakásba, de hát aztán ez nem volt olyan, amilyen nekem tetszett volna, vagy a családomnak olyan nagyon tetszett, de hát örömmel vették, és akkor ez így karácsonyra teljesültek ezek a vágyak, hogy képeket készítettem, és akkor a fiam karácsonyra meglepett engem egy 20 órás tanfolyammal egy festőművészhez. Úgy hívták, hogy Braun Gábor ma is fest, és ma is alkot, és nagyon sok növendéke van. És hát az alapokat, amit én már elfelejtettem, ő nála elevenítettem fel, aztán utána jött a Cseh Gábor, jött a Mazsi Szabó István, aztán nagyon sokat sorolhatnám. Gyertya szám, egy szemek, felébe tört vízes kovács. Hajcsatok és karkötő, s egy régen elszakított ránc. Sárának ezúttal a Tolnai Magházban nyílt kiállítása Színek, fények, arcok címmel. A képeken egyből szembe tűnik, hogy rendkívül élénk színeket használt az elkészítésük során. Egyébként is nekem az én festészetemre harsány színek jellemzőek, de ez nem azért, mert én alapjával véve egy harsány vagyok, hanem azért, mert nagyon szeretem a színes dolgokat, és az érzéseimet szeretném kifejezni. Én is, mint legtöbb festőnek megvan a véleménye különböző dolgokról. Most igazából én ezeket a képeket a pandémia idején készítettem, mert egy olyan időszakot kellett megélnünk, amin még soha nem volt az életünkben, és hát én is lábadoztam tulajdonképpen is ezért. Születtek ezek az alkotások. Bár általában tájképeket fest, ezúttal különböző portrérajzok is felkerültek a falra. Rajzzal megpróbálkoztam, na de hát ezek a rajzok, attól függetlenül, hogy főhelyre tettem, nagyon kezdetleges rajzok, tehát két év alatt, amit úgy meg tudtam tanulni, illetve hát ahogy sikerültek. De hát ezek még nagyon-nagyon alap dolgok a grafikába, vagy portréba, vagy hogy is nevezem. Tehát nekem azért a szívem csücske, ezután is a festészet marad, és a tájkép festészet. Általában megyek kirándulni, biciklizünk a férjemmel, azzal tartjuk a pontinkat, meg az egészségünket, és a látott tájakat valahogy próbálom visszaadni. Ez legyen a Csörgető, vagy a Dunaszél, vagy az a kis utca részlet ott azon a képen. Ez pont akkor festettem, mikor úgy vége volt a pandémiának, és hát az örömömet szerettem volna kifejezni, ez látszik is a képen, az a mérhetetlen boldogság. Tehát ez egy utca részlet, hogy már mikor kiérek az utca végére, akkor már látszik, hogy már minden rendben. Általában akrillal festek és olajjal, de hát jó sok technikával próbálkozom, tehát mint ahogy látszik az absztrakt képeken is, legyen az aládolgozott, vagy legyen az folyatott technika, nagyon sok mindent kipróbáltam már, és mindig egy-egy újat is igyekszem bemutatni, mint ahogy itt is. Vagy például az, hogy nem egy hagyományos vászorra festek, hanem egy durva, mint ahogy látni is néma egy képen, egy durva vászorra azon próbálom megjeleníteni, amit én látok, tehát hogy a naplementét odaadja vissza a durva vászon. Most kihívás nekem jelenleg a portré, de hát az még nagyon sok idő kell ahhoz, hogy az ember úgy megtanulja, hogy az abból a lélek is visszaköszönjön. Hát ezeket gyakorlom majd. Értéktelen, fülléres emlékeim,
ők tudják, mennyit ér az életem.